Lendvai József, egy név, melynek hallatán sok várpalotainak megdobban a szíve, hiszen lankadatlanul dolgozott a városért, a növendékeiért, akik közül számos ismert művész, művésztanár került ki. A gyermekrajz tanítás évtizedekre meghatározó karakteres személyisége 1954 óta élt itt közöttünk Várpalotán. Sokan ismertük, sokunkat ismertté tette. Valószínű, hogy pályafutása során több ezer gyermeknek szerzett életre szóló rajzórai emlékeket. Olyan magával ragadó ember volt, hogy egyszerűen nem lehetett kitérni a hatása alól. Én személy szerint is neki köszönhetem rajztanári pályám indulását, mert észrevette bennem a lehetőséget, és az ilyet ő soha nem hagyta ki. Lendvai József büszke volt tehetséges növendékeire, és éveken keresztül nyomon követte őket. Életében nem adatott meg az önálló kiállítás lehetősége, de számos megyei és országos csoportos tárlaton szerepelt. Munkássága elismeréseként megkapta Várpalota városától a Pro Urbe díjat. 1981-ben bekövetkezett halála óta ez a második önálló kiállítása, melynek megrendezésében lánya Mészárosné Lendvai Katalin és veje Mészáros Imre is nagy szerepet vállaltak. A ritkaságnak számító 26 képből álló tárlat alkalmat adott most arra, hogy emlékezhessünk rá, erre az elhivatott alkotó emberre. Kísérletező kedvű alkotó volt, akit a kutatás, az elégedetlenség, az új utak keresése hajtott előre a pályán. Mindig élt benne egy kettőség az alkotás terén. A naturalizmus és a mellette párhuzamosan futó dekorativitásra való hajlam, amely erősen konstruktivista szerkezetű képeket hozott létre. Alkotásait komoly elméleti kutatás előzte meg, de mindig gyakorlatias megoldásokat keresett ezek kipróbálására. Technikái között gyakori a tempera, dolgozott olajjal, akvarellel, kedvence volt az olajpasztel. Az 1950-es években készült alkotások még főként naturalista látásmódban készültek, csendéletek, városképek, utcarészletek vallanak erről. Fekete vonalas kontúr kezdeményei, ötvözött technikákkal készült képei, előfutárai későbbi improvizáló látásmódjának. Későbbi évei során színes subaszerű fali kárpitokat is készített a saját maga által kidolgozott módszerrel. Lendvai Józsefet a vizuális világ minden rétege érdekelte. A kor legmodernebbnek számító fényképezőgépével rendelkezett, és 8 mm-es kamerájával a mozgókép világába is betekintett. Minden helyzetben élénken jártak a gondolatai. Amikor az utcán sétált, többnyire befelé fordultnak láttam. Aki a külvilág hétköznapiságát bizonyára csak felszínesen érzékelte. Később rájöttem a magam tapasztalatából kiindulva, hogy ekkor érlelhette magában a születendő képeket. Számos munkájának most csak töredékes részét mutatjuk be, de ezek átfogó, munkásságának jelentősebb fordulóit bemutató képek. Őre emlékezünk most képei előtt állva.